Együtt ünnepelt Dombóvár és az új dombóvári városrész, idén is megtartották a hagyományos őszi fesztivált. A templom előtti megnyitót és a terményeldást felvonulás követte, melyen iskolák és különböző szervezetek is részt vettek. Az előző évekhez hasonlóan a szervezők igyekeznek minél jobb, minél újabb műsorokat megszervezni, és egy fergeteges hangulatot létrehozni ezekkel a gondolatokkal. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan kilátogattak ma is, ennek kedvez ez a szép őszi idő, hisz ugye ezt a rendezvényt már két héttel előbb szerettük volna megrendezni, akkor az időjárás sajnos nem kedvezett, ezért módosítottunk az időponton. A fesztiválon és a dombóvári értékek standjánál különböző finomságokat is megkóstolhattak a kilátogatók. Itt a helyi értéktárbizottságnak a standján vagyunk, és a Rákóczi Turos Lepének egy ilyen street foodos változatát készítettünk, egy fantáziát, hogy mégis aki úgy gondolja, akkor meg tudja kóstolni. Valahogy ezt az ízvilágot próbáltuk átadni, mint az eredeti lepénynél. Valószínű nem sikerült, de azért valami van belőle. A szervező különböző színpadi műsorokkal is készültek. Az őszi fesztivál hangulata idén is kiváló volt.